ez a két gyerek még nem alszik. 3-4-10-kor. Mi folyik itt, kérem szépen? Mi ez a kutyás lányék? Mit csinálsz? Megnézem az egzeknek, aztán alszom. Hajrá, kékek! Nem. Kapcsoljad ki a tévét, jó, mindent, a kutyákat kénen és lefekvés. Majd utána. Kislányom, nem akarom még egyszer mondani. Ja, hát persze, hogy a Nomi gyerek sem alszik. Nomi, telek! Hoppa, főnökök főnöke! Édes Szépen. Kis Petkója ide capjának! Hát mennyi az idő szerinted? Uram, atyám, már ennyi idő van! Kisfiam, mindjárt 10 óra van és holnap reggel kezdődik az online oktatás! A kis fejecskétbe szépen fogják belegyömöszölni a tudást! Kapcsoljad ki a gépet, légy szíves, a tévét és minden más. Ezt a nagy életnek gyorsan vessünk véget, és gyorsan feküdj le, édes fiacskám. Ó, Istenem, minek most? Minek? Mi az, hogy minek, fiam? Még lehetne bőven 2 órát jelent. Hova, fiam? Hát egy egészséges szervezetnek muszáj aludnia legalább 7-8 órát. De egy ilyen kisgyereknek minden, mi van, még mindig fáj? Aha, még azért fáj, de már azért jobban bírom mozgatni, meg már így kényelmesebben bírok ilyeneket is. Hú, hallott, megmondom őszintén, hogy... De az én hirtelen mozdulatoktól fáj. Én nem gondoltam, hogy az életből ilyen hamar felépülés lesz, figyelj. Úgyhogy még pár napja még nem tudtad a ceruzát se rendesen fogni. Szedted a fájdalomcsillapítókat, én megmondom neked őszintén, hogy hálát adok az Istennek, hogy ennyivel megúsztuk, hallod. De. Jó kis apa-fia programot szerveztünk, azért hallod, nem vagyunk normálisak, azért mi sem. Beszéltem a Laurával egyébként, kérdezte, hogy nem-e viszik ki őt megmutatni a helyszínt, tud, ahol elestél, kíváncsi volt, mert nem nagyon tudja betájolni, hogy hol volt az egész. Kivisszük holnap? Vagy te nem akarod annyira újraélni ezt az egész álmokfutásunkat? Hát nem tudom, már álmodtam vele sokat, szóval ez nekem szerintem ja, álmodtál már... Álmodtál vele tényleg? Aha, már szerintem ez nem általános jót, vagy rosszat tenne szerintem semmiért. Édes fiam, egy biztos, az élet is ilyen. Jön egy hatalmas pofára esés, és utána újra erőt kemeríteni, újra neki kell futni, és föl kell állni az életbe. Hallod, édes fiam, nem tudod, hogy jó fele jövünk-e? Nem tudom, múltkor másfele jöttünk. Mert az alsó beködő útról mentünk, igen. De most szerintem még erre kell menni, és átmegyünk majd a hágón. Hát igen, de ott jobb volt az út, nem is értem, miért erre értünk. Mert erre rövidebb, édes fiam, de mindegy, majd kiderül, hogy majd igazam lett-e, vagy nem. Egyelőre elég kietlen helyeken járkálunk. Hát igen. Azért jól eljöttünk a múltkor motorozni, vezérem. Figyelj, maximum nem találunk oda, fiam, akkor jót kirándultunk. Mit szólsz hozzá? Autóval. Jaj, vigyázz a barbádra, tesó! Hallod, fiam? Ha? Egy dologgal azért nem számoltunk. Sárnyi. Hoztál zsetont, mert le kéne majd gőzborotvázni a vasat. Tehát, kislányom, úgy történt a dolog, hogy jöttünk a Normannal. Itt egyébként, itt ezen az útszakaszon már többször eljöttünk. Amúgy igen. Erről az oldalról jöttünk, mert ugyanis följebb kb. Egy kilométerrel szintén elesett a Norman. Vannak ezek a malac ellátók, tudod, rámész egy kicsit az első kerékkel, mivel addigra már elfáradt. Nem szorította a motort, nem ült előle, hanem átment tudod, ilyen túramotorosba, el volt fáradva a keze, hiszen nem az volt, hogy szorítja is lazán a kéz rajta, hanem hátra csúszott a motoron, már görcsösen szorította a kormányt, és ott először elesett, majd felállítottuk a motort és elindultunk erre. De itt már nagyon fáradtak voltunk. Amúgy szerintem itt az is benne volt a bajban, hogy amikor ott elsőnek elestem, nem lett úgy bajom meg se a motornak, de azért úgy kicsit azért nyugtalan volt a szívem, szóval tudod, hogy nehogy valamit elcsesztem a motoron, tudod, mert ugye nem estem úgy még motorra. De édes fiam, figyelj, motoros csak olyan van, aki esett, és aki esni fog.
Itt az volt a baj, hogy erősen szorítottad a kormányt. És leszámítottam rajta. Miután lecsúsztál a motorról hátra, mert megdobott ez a gödör. Gondolj bele, nézd meg, mekkora gödör van. Az megdobott, hátra lecsúsztál, a lábaid lógtak le a motorról. És már csak húztam. És hogy lecsúsztál, húztad a gázt. Kapaszkodtam és közben húztam. Én meg itt jöttem mögötted és üvöltöttem. Ugor le! Száll le! Gyere már, engedd el! Figyelj, ne tudd meg az a látvány milyen volt, mikor itt megdobott. Itt mentél egy darabig egy keréken, és így bezúsztál a fák közé, és egyik fa, másik fa, harmadik fa, így, puff, és gyertek, nézzük meg a nyomát. Én innen látom. Én is látom egyébként, figyelj! Az őrangyalod bizony, hogy veled volt, fiam, mert ez itt, megmondom neked őszintén, tehát itt már egy keréken jöttél. Hát itt 100%. Itt még elkapszod, hogy ezt a fát elkerül, átmentél így ebbe az irányba, majd vissza, és figyelj! Nézd, mekkora gajak vannak itt! Na, itt jöttem végig! Ezen is végigveredted. És figyelj, itt találtad el a fát. Na most azért ez nem egy pudingfa itt. Tehát azért ez, fiam, azért ez megállít bárkit, ez a fa. Így letetted a motort, és így elkezdtél erre így elesni. Még akkor valamennyire visszakaptad magad, és ezzel a felével eltaláltad a motort, de majd holnap kiviszlek egyébként a szerelőhöz, megnézzük a motort, hogyha szeretnéd látni. Nem tudom, mennyire szeretnéd ezt látni. Hát azért kíváncsi vagyok azért, de nem tudom, szerintem visszajönnének a rosszabb emlékek. Attól féltem, hogy a motort nem tudjuk beindítani, és akkor innen még gyakorlatilag cipelhetjük, nem tudom, egy másfél-két kilométert. Ugye a bázisunk, képzeld el, Laura, ezen a terepen jöttünk, itt megtörtént a baj, nagyon-nagyon megütötte magát. Tehát annyira megütötte a Norman magát, hogy fölkelt, és láttam, hogy mégis szédelek, tudod, így a sok hatás alatt van, és akkor visszafordult, és a motor itt leborulva, a sárvédő, a motor eleje, minden szanaszét szakadva, itt minden, ugye összeszedtünk. És várjál, beindítottuk a motor. Nagy szerencsénkre beindult a motor. Még így is. És akkor mondtam a Normannak, hogy üljél föl, tudod, kutyaharapás szőrével, mondom, figyelj. Kíváncsi voltam, hogy felmerül ülni, de nem is volt más választás, hiszen tehát, tudod azért, tehát azt a 80 kilós motort itt ketten cipeljük az erdőbe, úgyhogy itt marad az én motorom is, felöltözve, sisakba, mindenbe, kemény lett volna. És akkor ugye, amikor visszafordult, azt látta itt a darabok mindenfele, és akkor volt az, hogy Úristen, apa, összetörtem a motort, mondom, figyelj, ne azzal foglalkozzál, működik a kezed, kapsz levegőt, minden rendben van. Hát és akkor azért még levegőt alig, hogy kaptam, mert azért ezt csináltam, de még most is azért... És bár lehet, hogy nem tudod, kocsiból kiveszek egy valamit, mert hogy most így ennek tudatában mutatok valamit. Na ez a páncélod, na édesfiam, ez mentette meg az életedet. Az mentette meg az életét, hogy felöltözik, hogy ha motorra ülsz, meg ha elmész akár rollerezni is, föl kell venni a sisakot, meddig mondtam. Nézd meg, mi történt volna. Ez így beszakadt, ahogy neki ment a fának. Ez rajta volt a mellén, és a kormány, ugye, a kormánynak így, ahogy rajta volt a fején, a kormány átütötte a mellvértet. Itt van, látod, nézd meg. Átütötte, és igazából, ha ez nincsen, úgy mellkason verte volna a kormány, hogy lehet, hogy most nem áll itt. Ezért mondom azt mindig, térdvédő, sisak, mindenkinek, akinek a gyereke motorozik, vagy gördeszkázik, vagy rollerezik, öltöztesse föl mindenki a gyerekét, mert itt van az élő példa, hogy ezeket nem véletlenül találták föl. Ez, ha nincs rajta, most nagyon komoly gondba lennénk. Igaz, hogy ez kuka, de nem számít. Édes fiam, ennek ellenére elrepett felül hátul a hosszanti bordád. Gondolj bele, ennélkül nem tudom hány bordát beszakadt volna. A kormány, gondolj bele, bejött volna a mellkasodra. Ja. Tehát ezt azért, ez kemény anyag, ezt beszakítani nem volt kis pálya. De most elmondom az én meglepetésemet, miért ugye kérdezted azt a kis motort, miért van a kezembe. Hát elmondjam? Gondolom miért. Wow, wow! Dehogy miért? Is, milyen terv? Tehát mi csinált? Te is hoztál valamit? Dehogy is, el akarod játszani ezzel a kis motorral? Én azt hittem, igen, hogy most tolni fogja a sárba, ott fölkapatja, tudod, egy keréken, így jött, így, és akkor pumi, neki mentem, tudod, vagy nem, hogy? Dehogy is, és azért, mert ugye nyilván én nem ilyen motorom van, de mivel azért ez is egy motor, ide szerintem elásom, vagy nem tudom, és akkor bárhol jár. Elásod a motor? Hát így. Mi ez, valami kabala, vagy mi? Hát igen.
Hát figyeld, de akkor ide bele kell véssük, hogy SN, Silo Norman. Ha véssük. Van nálad valami bicska, vagy valami? Hát direkt felkészültem, azt elhoztam a macsétádat. Ne ideges, így bent van a kocsiba? Nézd meg. Jézus. Hallod, a kölyök mindenre gondol. Gyere, ássad el, vezérem. Figyelj, ha tégedet ettől most te jobban fogsz aludni, hogy ezt a kis motort ide eltemetjük. Jó kis motor, amit én kis akkor motorom, figyelj, kell. Akkor benne vagyok, és ásom helyett a gödröt ide. Na tedd oda be. Szegény kis motor. Jól beteszem. Úgy van, nem fejjel lefele temetjük el a kis motort. Úgy van. Jaj, de jó. Majd még egy kicsit igazítunk ezen az S-betűn. És jó kis leszünk. Na, ez a fa Silo Normané. Köszönöm, fa, hogy a fiam életét megmentetted. Bár ha nem lettél volna itt, akkor nem lett volna hát egy akkor... borderepedés. De hát ez van. Gyertek, gyerekek. Úgyhogy megnyugodtál? Meg. Feloldottál? Tökéletes. Értem, hol vannak a gyerekek? Beálltam a garázsba, ezt nem hiszem el, komolyan mondom, fölhívom a kis hercegek hercegnőjét, ő remélhetőleg fölveszi a telefon. Szia, apa! Hol vagytok? Itt állok a garázsba, a kocsival? Hát én mindjárt készülök. Itt ülök, nem készültetek még el? Hát én már igen, de Norminak még be kell adni a leckét. Na ne hülyéskedj már, hát megbeszéltük az órát, kicsikém. Hát mi kell ahhoz, hogy elkészüljetek időben? Hát mondjad a Normi hát gyereknek, én... hogy kapjon föl valamit, aztán jöjjön. Megbeszéltem a szerelővel, jó. Tudod, hogy most ott vár ránk, szegény. Na most ne hülyéskedjünk okay, már. Egész nap mit csináltatok, hogy nem volt ideje leadni a leckét? Megint játszott vagy? Mit csinált? Hát valószínű, de én már kész vagyok, én már megyek is. Szólok Norminak, aztán majd megyünk, oké? Okay? Ah, Istenem, gyere kislányom, gyertek! Ez most komoly, hogy itt lögdösitek egymást? Hát nem igaz, hogy el vagyunk késve, ti meg itt még lögdösödtök is, gyerekek. Na gyertek! Hibája. Nagyon gyorsan! Nagyon bakulnak előre! Édes jó Isten, ez egy nagyon problémás nap, úgy látom mindenkinek. Na hát, megérkezett a tettes társam a motorozásba. Laucikám, hát gyere nézd meg, hogy mit sikerült a kis bátyuskáddal összehozzunk. Tadadadam, tadadam! Még egy kérdés, ezt így, hogy lehet így megjavítani össze. Hát kérlek szépen, ez itt egy ilyen nagyon-nagyon hosszú sárvédő lett volna, meg ennek volt az eleje. Gondolj bele, hogy mekkorát kaphatott motor is, hogy a kormány elment teljesen mindegy. Viszont ami a lényeg, fiam, látod? Mi a tanulság? Mindent meg lehet javítani, mindent rendbe lehet tenni. Örülök, hogy itt vagy, jól vagy, nem Lauci? Mert hogy... Minél nincs fontosabb? Az egészségnél. Az egészségnél. Minél? És a boldogságnál. Így, ahogy mondod. Jó, azért kell egy kis zseton is hozzá azért, hogy kerek legyen a történet, hát de valóban igen, azért ez teljesen így van. Na de viszont a Lauci rá is tapintott a lényegre, mert hogy a Nómi dereknek oda néz már is, az öreg srác megoldotta. Zolival megrendeltettem szépen a vadi új sárvédőcskét. Igaz, hogy majd a matricát sárvédő. Most te... Így, ahogy mondod. Ez a sárvédő, ezt majd a régit leszedjük, és ez lesz majd oda. Így lesz majd a motor teljesen komplett és egész. Oda néz, és már nézi, és már fürkészi, hogy mi van abban benne. Ez kézművő. Ha már elhoztuk a motort a szerelőhöz, akkor már úgy gondoltam, hogy kapsz két vadi új kézvédőt, és még egy jó kis kartervédőt. Ez milyen? Kíváncsi vagyok, kitalálod, hogy ez hova való. Na, Lauci? Szerintem. Te szerettél legózni gyerekkorodban? Mi? De valahova. A kartervédő szerinted a kormányra kerül? Igen. Tadadadadá! Na, Normi gyerek! Na, figyelj, azt elmondom, azt hogy... A kartervédő. Tisztázzuk, melyik a, mi a karter. Ja, izé, most...
Hát a izé az nem tudom micsoda, egy drága fiam, de... Lehet ide, nem? Én inkább azt mondom, hogy meleg, meleg. Nem forró, de meleg, meleg. Hát nem úgy gondoltam, hogy meg fogja égetni a kezed, de drága fiam. Egy nagy legós volt, figyelj. Igen? Nézi, nézi, figyeli. Szerinted az oldalán van a kartet? Fiam, az egy sisak, a fejedre való. Az. Ja, a... A karter, a jó Isten áldjon meg benneteket, hát... A karter, az mindig a leömlő. Ez ide fog szépen becsatlakozni, és így fogja védeni majd gyönyörűen a kis motorodnak az alját. És majd, mikor a nagy römkökön csapatjuk át, lesz egy karter védő is. Szóval, már csak egy kérdés van, édes fiam. Na. Zsetont hoztál? Nem. Azt egy kölcsön, hogy valami? Nincs, hát és akkor kihozott pénzt? Hát miért? Szerinted ezt a jó Isten fogja állni, ezt a motort, édes fiam? Te. Mi? Hát azt hittem a kis zseppénz, hát... mert szépen zsebre nyúltál egy kicsikét, vagy nem? Ez szívesen volt. Senki nem szólt nekem ilyenről. Mondhattad volna előtte. Komolyan mondom, tehát kicsit már odafigyelhetné ezekre a dolgokra. Nem minden csak igen. Én álljak. Figyelj, igen. Keresel zsetont most már. Mondja szokta, ő, és... mondja ő. Igen, mondom én. Hogy és ne ő álljon mindent, mert neki engedhetnéd, hogy előre üljek. Ahogy elnéztelek téged, fiam, hogy elég nehéz a kis kezecskéd, úgyhogy szerintem mi még itt állandó vendégek leszünk az Olinál. Na kislányom, mikor megyünk legközelebb az erdőbe egyet motorozni ketten? Soha. Kösz szépen. Na gyertek! Már remélem jövő héten behetünk vele, nem? Igen, ezt akartam kérdezni. Ha? Felmersz még egyszer ülni rá? Simán. Biztos? Úgy is nem csak mondod, nem. Aztán azt mondod, apa, nem akarok felülni rá, elviszed odáig. Emlékszel? Dehogyis. Mondtam, üljél csak föl rá. Hát muszáj voltam. Muszáj voltam, ez erdőben nem tudtuk. Nem mondtam ilyet. Nem, mit mondtál? Nem, apa, mondtam, nem, mit mondtam, hogy most biztos felüljek rá így. Azt ja, mondtam, értem, biztos jó. Felüljek rá így, nehogy még egyszer. Oké. Okay. Na persze. Tényleg, nem hiszem el. Normi! Normi! Mi van? Feltudod a dobozokat? Egy dobozokat, azaz nem apa vitte, vagy te? Dehogy is! Az aranydobozt találom csak itthon. Ó, tényleg, akkor várjál csak. Fel kéne valakit hívnom, felhívom a Bencét. Ha megint elfelejtetted? Hát igen. Hát erre figyelj már oda. Na, azt hittem, hogy már feladtátok, Istenem. Hát, de neked kellett volna. Istenem, Lau, olyan. Normacskám! Na, ciao. Hallod, a dobozokat feladtuk, vagy mi van vele? Melyik dobozokat, Norma? Hát a lilát, meg a kéket. Ó, egyem a szívedet, már mikor? Hát szerintem már meg is kapták, képzeld el. Ja. A lilát is, meg a kéket is. Ah, hát akkor mi van a legendariban? Mi van a sárgában? Az aranyra gondolod? Igen, az aranydoboz. Hát azt én kérdezném tőletek. Azt mi visszük ki? Mi van az aranydobozzal? Ez nem úgy volt, hogy ezt ti viszitek ki? Mi visszük ki? Hát... Én úgy emlékszem. Igen. Hát én mindent elfelejtettem. Hát én azt mondom. Az gyönyörű. Hát akkor kapjátok össze magatokat. Átküldöm akkor a telefonszámot, meg a címet, és akkor légy szíves, tényleg kapjátok össze magatokat. Lau, te is légy szíves, szóljál rá a testvéreddel, aztán apával meg beszéljétek meg, és vigyétek el nekik. Oké, okay. Rendben. Rendben, köszi Bence. Csácsak. Mit küldöm. Szia, szia. Szia. Na, hát látod, elfelejtesz mindent, ezt mondtam. Ember, az egész a te ötleted volt. És még te akarod kikapcsolni a telefonodat. Szegény nyertes ott várja a dobozodat, meg a telefonodat. Már rég ki kellett volna vinnünk. Akkor ne várakoztassuk a nyertest, mert holnap figyeljük ki, oké? Szóljunk apával, megkérdezem, hogy ráére, itthon lesz, elbírja minket vinni, oké? Oké, de most már ne játsszál akkor. Én ne játsszak, hát ez az én dolgom. Hát de már megint egész nap csak játszol, ezért felejtesz el mindent. Felírom jegyzetekbe is, átküldi a izéket, és akkor felírom jegyzetbe. Oké, na. Hú, megyek. Fú, jó, hogy bejöttél, Lau. Hát most jó. Az egyszer értelme volt annak, hogy bejöttél. Kösz. Fú, ezt így elfelejteni, Istenem. Végre azért legalább holnap is ki lehet mozdulni. Végre nem csak itthon kell ülni. Gyerekek! Készen vagytok, babák? Hát figyelj, mindjárt indulás van. Most töltöttük, most teszem bele, kitöröltünk mindent. Jaj, de jó, ez lett volna a kérdésem, hogy nehogy itt hagyjuk a dobozt. Ez lett volna a lényeg, amiért bejöttem, hogy nehogy itt hagyjuk az aranydobozt. Figyelj, ez a levél, ez mind most érkezett, gyerekek? Ez komoly? De mennyi levél jött, kislányom? 14. 14 levél? Te jó Isten!
Csomagolt, csomagolt. Megbeszéltem a kislánynak az anyukájával, mindent várnak minket, úgyhogy gyertek. Jó? Okozzunk egy kis örömet, meg egy kis meglepetést. Na gyerekek, ha minden jól megy, itt ebbe a kanyarodó sávba bemegyünk, és pirosat kaptunk, és nem sokára megérkezünk a kis nyerteshez. Ugye milyen érdekes ez a videózás, hogy itt azért megismersz embereket, még egyik pillanatban nem is tudod, hogy mit tudom, eljöttünk mondjuk Kecskemétre, és egyik pillanatról másikra megismersz egy teljesen idegen embert, egy teljesen más településen, lásd a Boti, vagy lásd mondjuk a Dorci, nem? Tehát érdekes dolog azért ez. És bemutatjuk a nyertest, kérem szépen! Gratulálunk! Szia! Mutatkozzatok be egymásnak! Szia, Laura! Jászmin, gratulálunk a dobozhoz, gyere nézzél bele, légy szíves, nézd meg, hogy mi az, amit nyertél. Egyébként te nem is tudtad, hogy van ilyen nyeremény. Most ugye, Jászmin? Igen. Tehát te teljesen véletlenül csöppentél ebbe a nyeremény játékba bele, mert hogy rendeltetek egy tokot a telódra, ugye? Oda nézzetek, itt van a kis Laura és Normanos tokja Jászminnak. Jogott, és ez a tok eredményezett neki egy de telefon. Minden átöltözött a telefonnal, levideózott engem. Benne van a töltő, beletettünk. Figyelj, egyetlen egy bajt viszont látok ebbe a történetbe, hiszen neked Samsungod van. És mégis egy iPhone-t nyertél, akkor most hogy lesz? Melyik telefon marad, melyik megy? Vagy mind a kettőnek. Tényleg? Figyelj, nagyon-nagyon jó kis telefon, Norman nagyon sok mindent átélt vele. Itt van a tokja is, ez az én dumám mindig, ami rajta van, hogy tenni kell érte és nagyon akarni. Idáig kevesen tudtak megcáfolni, de valóban ez egy nagyon jó motto. Kértek sütit. Figyelj, és én nem is kapok, csak a Normané? Nem. Én kimaradtam a jóból. Á, itt a jó kis süteményen. Tényleg? Igen. Na, akkor majd kezdetektől fogva minket nézni. Nézzétek ezt a videót is, hogyha tetszett. Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ne felejtsétek benyomni a csengőt. Köszönjük szépen a sok levelet. Jövő heti videóba ki fogjuk bontani. És reagálni fognak rá. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Minden Laura és Norman nézőt innen Kecskemétről üdvözlök. Sziasztok!